Tiszteltel köszöntöm a hallgatóságot. Vellai Tibor vagyok az ELTE genetikai tanszékéről. Eladásom címe gyógyszer célpontok fejlesztése rák és neodegeneratív patológiák kezeléséhez. Kutatási megközelítésünk az öregedési folyamat megértésére, szabályozásának és mechanizmusának megértésére fókuszál. Ez a folyamat egy nagyon nagy jelentőséggel bíró kutatási kérdéskörtől el magába, hiszen az elmúlt 200 évben a fejlett ipari országokban a várható életkor folyamatosan növekedett, és ez egyre gyakoribb öregkori degeneratív betegség kialakulásához vezetett. Ennek a változásnak az orvosbiológiai, társadalmi és gazdasági jelentősége mindenki számára nyilvánvaló. Ennek következtében a mai gyógyszerkutatásoknak a cél, mondja, ma már nem kevés, már most már sokkal kevésbé az egyedi öregkori betegségek kezelése, mintsem inkább az öregedés folyamat mechanizmusának megértésére vonatkozik. Az új fókuszban most már az öregedési folyamat lassítása, és ezen keresztül az egészséges öregedés, a healthy aging folyamata került. Ennek segítségével megvalósítható az, hogy paralel egyszerre késleltessük, vagy akár kezeljük az összes öregkori betegség kialakulását, és így egy egészséges öregkor megvalósításában lehessünk. Vejessünk részt! Az öregedési folyamat definíció szerint az élőlény fitnessében, fiziológiában történt folyamatos csökkenés, amelyet elsősorban a sejtben felhalmozódó molekuláris károsodások okoznak. Ez azért érdekes, mert ilyen molekuláris károsodások eredményezik végső az öregkori betegségek kialakulását is. Nem meglepő, hogy ilyen betegségeket nem fiatalon, hanem inkább időskorban szerzünk be. Az öregedést így, így úgy is tudjuk definiálni, mint egy látszólag független negatív betegségek nagy kollekciója, amiből egyet majd beszerzünk, éltünk kérsői szakaszában, és ez végül is elvezet majd a halálunkhoz. Ha ezt elfogadjuk, akkor mindenki számára nyilvánvalóan kell lennie, hogyha például a rák, mint öregkori betegség gyógyítását potensen meg tudnánk oldani, egy hatékony szer kifejlesztésével, Igazándiból semmi érdemlegeset nem tudunk tenni a humán populációk egészségre vonatkozólag. csak annak esélyét növeljük meg, hogy nem rákban, hanem egy másik öregkori betegségben fogunk majd e, szenvedni és ettől e, meghalni. Éppen ezért az öregedési folyamatnak a modulálása, rátájának csökkentése vagy teljes e, késneltetése e, lehetővé teszi elméletileg az összes öregkori betegség egyidejű késneltetését vagy kezelését. Ezek a molekuláris károsodások alapvetően rossz fehérjék, letekeredett, oxidálódott, agregálódott fehérjéket jelentenek, amelyek interferálnak a sejtes folyamatokkal, előbb-utóbb a sejt pusztulását eredményezik. A tömeges sejtpusztulás aztán egy szöveti diszfunkció vagy örekkori betegség kialakulásával jár együtt, amely elvezet az élőlény halálához. Ezen a képen változatos örekkori degeneratív patológiákat mutatok be, számos neodegatív elváltozás, a rák különböző formái, az izomsorvadás, a szarkopénia, a cukorbetegség, a diabétesz, különböző formái, szíveti fibrózisok, immundeficienciák, intercellális fertőzések, mind-mind ebben a nagy kérdéskörbe tartoznak. És itt kiemelek néhány neodegatív betegséget, ami jól mutatja, hogy mindezen betegségek mögött általában egy-egy rossz fehérje, intracellulális vagy akár sejten kívüli halmozódása figyelhető meg. Ezek a változások elvezetnek aztán a sejt pusztuláshoz, és a tömeges neuronpusztulás olyan látványos módon tud megnyilvánulni, megnyilvánulni mint például ebben az alcemeres agyféltekében. Jól lehet látni, hogy a tömeges neuronpusztulás milyen mértékben csökkenti az agytérfagatát. Ma már tudjuk azt, hogy a sejtes károsodások eltávolításának legfontosabb sejtes mechanizmusa, sejtes folyamata, az autofágia, a sejtes önemésztés. És azt is látjuk, hogy az élettartamot szabályozó genetikai útvonalak közel 500 olyan gént sikerült meghatározni az elmúlt évtizedben, amelyek ilyen különböző élettartam befolyásoló genetikai útvonalakhoz társíthatóak. Ezek mind-mind külön-külön az autofág génkaszkád szabályozására konvergálódnak. Ez azt is jelenti, hogy az autofágia központi szerepet játszik az öregedési folyamat szabályozásában. Fokozott autofágia, amit eddig genetikai eszközökkel tudtunk megvalósítani, egy megnőtt élettartamban tud megnyilvánulni. Alul a képen az autofág folyamat főbb stádiumai láthatóak. A makroautofágia során, és itt innentől kezdve az autofágia kifejezésre a makroautofágiat jellemzem, során egy kettős membrán képződik a citoplazmában, amely körülhatárolja a lebontásra kijelölt sejtalkotókat, organellumokat, rossz fehérjéket például. A membrán növekedése befejeződik, kialakul egy vezikulum, egy membránnal körülhatárolt kis hólya képződik, ezt autofagoszomának nevezzük, amely aztán később lizoszomával egyesül, és a lizoszomában található savas hidrolázok lebontják a elhatárolt sejtalkotókat, egészen monomerekig, építőkövekig, amelyek aztán később felép, használhatnak a felépítő folyamatokban. Innentől kezdve az autofágia egy nagyon potens gyógyszer célpontá fejlődött az elmúlt években, és mi is ezt szerettük volna jobban megérteni, mi is ezt választottuk egy gyógyszerfejlesztési területként, hogy miért is kell az autofág folyamatot modulálni farmakológiai eszközökkel. A képen az látható, hogy az autofag folyamat jelentősen kapacitása jelentősen hanyatlik az életkor előrehattával neuronokban. Itt éppen egy trozofila rendszerben található középagy részt mutatok, és az egyik kulcs autofag fejér az ATG8 jelentős növekedés mutat neuronokban az élettartam során. Egy napos 10, 30, 50, 70 napos állatokból izoláltunk agyszövetet, és néztük meg ennek a fejének a mennyiségét. Ez azért jelentős, mert az ATG8 normálisan lebontódik az autofág folyamattal, ha a mennyisége felhalmozódik, az a defektusként indikálja az autofág folyamatot. Ugyanezt tapasztaltuk a P62 fehér mennyiségének változásával. A P62 szintén egy autofágia a szubstrát autofágjával lebomlik, és hogyha ennek a mennyisége felhalmozódik, akkor ez egy indikáció arra, hogy az autofág folyamat nem megy kellőképpen végbe. Ugyanezt a jelenséget tapasztaltuk posztmortem humán agymintákban is. Egy adott intenzitásra felvett P62 relatív mennyiség, egy 42 éves egyén agyéba származó neuronokban mutatja, hogy mennyis alapvetően a P62 mennyisége, és egy 71 éves egyénben ugyanilyen kondíció között felvett fejre mennyiség, egy sokkal intenzívebb, sokkal magasabb fejre szintet mutat, mutat jelezve azt, hogy az autofág folyamat kapacitása jelentős mértékben csökken. Az autofágia szabályozására korábban ismert volt, hogy egy speciális kináz, vagy előzős foszfatáz, egy MTMR14-nek nevezett miotubularin kapcsolt lipid foszfatáz gátolja az autofág folyamatot, ez meggátolja a folyamat túlpörgését, és így nem tud elpusztulni a sejt az autofágia hiperaktiválódásával. Mi ezt az MTMR14 fehérjét jelöltük meg gyógyszer célpontként, annak érdekében, hogy lassítsuk az öregedési folyamatot, és később tessük öregkori patológiák kialakulását, vagy ha már kialakulták, azok ö, terápiájában is valamiféle eszközt tudjunk ö, kivitelezni. Hogy ez nem volt egy légből kapott gondolat, az bizonyítja azt, hogy az MTNR 14 mennyisége drozofilában életkorra megfelelően fokatosan növekszik. Tehát az a gátló faktor, ami folyamatosan represszálja az autofág folyamatot, endogén módon képes növekedni a neuronokban. Itt látható 10 naptól egészen 60 napig különböző drózofila agyszenetek, és ezek a nyilak mutatják, hogy kifetten azokban a régióban halmozódik ez az MTMR14 fehérje, amelyek a tanulási folyamatban központi szerepet játszanak. Ugyanezt a jelenséget figyeltük meg emberi humán neuronokban, is. jól lehet látni, hogy egy 27 éves egyén neuronjaiban található ntm 14 mennyiség, ezek a kis piros pöttyök jelölik ezt a körülhatárolt területen, jóval alacsonyabb, mint egy 72 éves egy ilyen e, neuronjaiban található pöttyöknek a relatív mennyisége, vagyis az agy öregedése az nem egy véletlen folyamat eredménye, hanem genetikailag szabályozott, genetikai faktorok segítségével történik meg az autofag folyamatnak a bánregulálása, az alulműködése és ezáltal a sejtes felhamozódása. Ezt a kép, ez a kép mutatja ezt világosan. Ennek megfelelően mi az mtmr 14 et először genetikailag gátoltuk. Hát, ha el tudnám indítani, itt lenne egy kis mozi, igen. Segítsenek annyira nyira kattintani. Amit lehet látni a képen, hogyha ha az rózsafilátokat összegyűjtünk a kémcső alján, akkor egy negatív geotaxis eredményeképpen fölfelé szaladnak a kémcső teteje felé. Ha ez a kis film elindulna, akkor ezt jól lehet mutatni. És azokban az állatokban, ahol az MTMR14 fehérjét gátoltuk genetikai eszközökkel, RNS interferenciával ezek az állatok sokkal hamarabb feljutnak a kémcső tetejére, sugalva azt, hogy a fokozott autofág aktivitás jelentős mértékben hozzájárul például a mozgási képesség növekedéséhez, aminek hanyatlása egy kitüntetett jelleg az időskori betegségek kialakulásában. Kis molekulákat fejlesztettünk az NTMR14 specifikus gátlására, ezeket a molekulákat autofág elhanszereknek, auten molekuláknak neveztük, kettőt fejlesztettünk, az auten67-et és az auten99-et, és mind a két fehérje potensen tudja aktiválni az autofág folyamatot hela sejtekben, ahogy itt ezt a kis ábra is mutatja. Ezek után ezekkel az ágensekkel kezeltünk neurodegeneratív drozofila törzseket, például a humán, mutáns parkin fehérjét kifejező expresszáló drozofila törzset, és azt találtuk, hogy megint egy ilyen mozgási tesztben vizsgálva a kis hatását, hogy igen jelentős mértékben meg tudták növelni, javítani az állatok mozgási képességét, mind fiatal, mint idős állatokban, szignifikánsan jobban mástak föl a kémcső falára, mutatva itt ezen a ábrán, mint egyébként a nem kezelt kontroll állatok. Ezek az auten molekulák jelentős citoprotektív hatással rendelkeztek. Egy Parkinson betegség modellben megnéztük a dopaminek neuronoknak a mennyiségét, relatív mennyiségét, és azt tapasztaltuk, hogy bizonyos neuronokban ezen sejteknek a száma jelentős mértékben növekszik a kontroll nem kezelt állatokhoz képest. Ugye tudjuk azt, hogy Parkinson modellben a dopaminer neuronok specifikusan pusztulnak el, hozzájárulva a betegség együttes kifejlődéséhez. Megközelítésünk másik nagy stratégiája pedig az öregedési folyamat mechanizmusára vonatkozott. Mai napig nem ismert, hogy mi, mitől öregszünk effektíve, és ebben mi próbáltunk előrelépést tenni az elmúlt pár évben. Megközelítésünknek fókuszában az állt, hogy a csíravonal őssejtek, a rák őssejtek és a néhány alacsonyabb rendű élőlény testi sejtjeit tekintjük nem öregedő sejteknek. Ezekben a sejtekben egy közös tulajdonság van, a PV, az úgynevezett PV-PRNS útvonalnak a működése, Erről az útvonalról tudjuk, hogy a normál biológiai funkciójuk a mobilis genetikai elemeknek a gátlása, az ugráló géneknek a gátlása, és ez azért jelentős, mert a humán genom több mint felét ilyen mobilis genetikai elem, ugráló gén alkotja. Ezeknek a géneknek a mozgása genomi instabilitást tud eredményezni, ettől öregszenek elképzeléseink szerint a sejtjeink, és azok a sejtek, amelyek nem öregednek, így például a rákos őssejtek, amelyek korlátlan osztódási potenciállal rendelkeznek, ezt azért, azáltal tudják megvalósítani, hogy ezt a PVP-renes útvonalt aktiválják a, a magukban. Hogy ez ténylegesen így van, egy nem régi Nature Review cikk is bizonyítja, az összes eddig megvizsgált tumoros sejtvonalban kimutatták a PV fehérjének a jelenlétét, illetve a PV fehérjék genetikai blokkolása potens tumornövekedést gátolt, potensen gátolta a tumornövekedést, a PV fehérjék ektopikus expressziója szómában tumorfejlődést tudott indukálni, és hát, ahogy ezt korábban mondtam, minden eddig megvizsgált tumorban kimutatható volt a PV fehérjék expressziója. Végül az utolsó blokk panelen mutatom be a megközelítésünket. Mi a pivi fehérjék térszerkete alapján egy inszilikon megközelítéssel olyan elképzelt molekulakönyvtárból, több millió molekulát tartalmaz a molekulakönyvtárból, olyan kis molekulákat azonosítottunk, amelyek specifikusan tudnak megkötődni a PV doménben, és ezeknek a molekuláknak a további fejlesztése az elkövetkező évek stratégiája a laboratóriumunkban. Akik részt vettek ebben a projektben, Kovács Tibor, Biles Viktor, Sturm Ádám és Hoci Bernada, a illetve tudományos e, munkatársak, Szinyálkomics Janka és Radmányi Miklós e, PHD hallgatók, illetve Jó Maga Vellai Tibor, aki ezt a munkát megpróbáltam összefoglalni. Köszönöm szépen! És akkor a kérdés, ismertek-e valamilyen genetikai faktorok, amelyek befolyásolják az NTM14 koncentráció növekedését? Milyen nagy az egyéni variabilitás? Ez egy borzasztó érdekes kérdés, elvezethet az öregedési folyamat gyökeréhez. Majd napig nem tudjuk, mik azok a faktorok, amelyek az NTM14 élettartam függő változását, expresszióját eredményezik. Elképzelésünk szerint ezek kromatin szintű változások a DNS-ben található nukleotidot érintő metilációs lépések, de erre vonatkozóan még nincs konkrét tudásunk. Az elkövetkező hónapokban, években próbáljuk ezt a kérdést majd adekvát módon megválaszolni. A másik kérdés pedig kisebb a növekedés az egészségesen öregedőkben. Nagyon jó kérdés, erre még nincs kísérletes adatunk, de abszolút érdemes lenne ezt megválaszolni. Köszönöm szépen.